Sziasztok! Sziasztok! A mai videó ismét különleges lesz, ennek több oka is van. Az egyik az, hogy ismét ketten vagyunk, a másik pedig az, amit itt találtok a Földön, de erről inkább majd Zoltánunk beszél bővebben. Mit hoztál nekünk? Hát ma egy hőkamerás Typhoon H-t hoztam az ET, a CG, bocsánat, az ET hőkamerával, már majdnem azt mondtam, hogy CGO ET, mert egyébként az lenne, de tehát a lényeg az, hőkamera. A hőkamerának a lényege, hogy ugye, mint ahogy a neve is mondja, különböző hő különbségeket, anomáliákat lehet ezzel felfedezni, kinek jó ez és minek jó ez. Jó a katasztrófavédőknek, jó a tűzoltóknak, jó különböző ipari felhasználása, de nagyon jó az életmentés szempontjából, mert ha valaki eltűnik az erdőbe, és mondjuk még csak most az elmúlt 24 órában kezdték el keresni, akkor az adott területen, mivel még ugye a valószínűleg hála jó Istennek talán életben van, ezt az eltérést ő meg tudja mutatni egy bizonyos magasságból. Egyértelmű, hogy csodát ne várjunk, hiszen azért ez nem a katonai fejlesztés, de polgári célra és kereskedelmi célra tökéletes. Napellen parkok felmérésére példának okáért nagyon jó, és amire még egyébként nagyon lehet használni, az ugye az életmentésen kívül, amit mondtam, már többször is mással is kihangsúlyoztam, az például a tűzoltóknak, vagy a vadászoknak a rapsicok éjszakai megkeresése, hiszen ez a kamera több tartományba is képes rögzíteni és megmutatni az adott felmért területnek a szín különbségeit. Ezt én is használhatom? Ezt te is használhatom. Mint magánember? Mint magánember. Nem kell hozzá semmi? Nem. És milyen magasra megy? Hát miért állítod be a safety-ét? Jó, oké. Okay. Hát csak mert az embereket általában úgyis ez fog érdekelni. Akkor a következő. Milyen magasra megy fel? A maximális magassági felmegy, ami 1000 méter, de aki 1000 méterre röbdös, az számítson rá, hogy nem nagyon fogják jó szemmel nézni a légügyi hatóságok. Az, hogy valakba billentik, ha megfogják. Tudjuk nagyon, hogy mindig az a bűnös, akit megfognak. Ne röpködjünk 120 méter fölött nagyon, hogyha már... Meddig van a levegőbe? Amíg le nem esik. Hát általában, hogyha mondjuk egy ilyen kellemes tavaszi januárt nézünk, mint ami most van, akkor körülbelül egy olyan 20 percet bírni fog, 15-öt, egyébként olyan 25 és 30 perc között. Én stabilan a 25-öt mondanám. Utána leszáll, hiszen tudjuk nagyon, hogy a safety-be be van építve, a gyártó hajlamos azt mondja, hogy 28 perc, azt elfelejti belekalkulálni, hogy általában 25%-nál a gép úgy gondolja, hogy ő önállósodik és le fog szállni. Oké. Okay. Let me take you places you ain't never been. Fly you up to heaven, first class, tell me when. What's love without a little sin? What's juice without a little gin? Baby, let me move you in a new direction. We're talking body, let me throw you some affection. Pay close attention to the lesson you're about to learn. És akkor szálljunk fel a gépen, nézzük meg, hogy hogyan nézünk ki felülről, okay. És mit érdemes ezzel megnézni, és mit látunk vele. Azért kicsit hátrébb megyünk. Közben majd a távirányítónak a képét rögzítjük nektek, és majd egy valós képet fogtok látni, hogy hogyan is nézünk ki oda fentről. Közben. Így van, hát itt ugye, ahogy mondtam, különböző mindenféle paletta van. Hát ugye itt most a Fusion-ben van, váltsunk át Rainbow-ra, van egy Globo, van egy jégtűzünk, ezt ugye a legforróbbat mutatja meg, és van egy Iron Black, hát itt ez az, amit mindenki leginkább hőkameraként szokott érzékelni. Itt körülöttünk látható, ahogy az autók még nem hűltek ki, ahogy emelkedünk. Az jó, pedig már itt vagyunk egy jó ideje. Így van, tehát itt azért az autónak még van egy hőtartománya, el fogok szállni a két autó fölé, hogy ezt láthassátok ti is. Így ráfordulok, és akkor így mindenki benne van, tehát látható a különböző hőkép, amit lead. A Tomi később jött, ő egész sárgán világít. És akkor nézzünk körbe, hogy mit látunk a levegőből, itt a környező. Egyébként itt vagyunk a pólustól nem messze, hát itt látható az égkép, az ég az egész hideg most, és látható, hogy a hónak azért van ám egy hőtartománya. Átkapcsolok egy másik nézetbe, úgy talán érdekesebb lesz számotokra, hiszen akkor együtt láthatjátok a kettőt, egy szeparált, ugye ez az élőkép, és ez pedig fenn a hőtérkép. Most visszakapcsolok a hőképre, és helyet cserélt. Azt mondja, visszamegyek inkább a blendére, így, tehát ez látható volt, és akkor látható, hogy mennyire különböző tartományok vannak itt, egészen a -3,5 fok, tehát hogy körbenézünk, minden szürke, azaz 0 fok alatti. Itt, ami az egyetlen, amit hőt termel, azok mi vagyunk a mezőn, és ezt mindjárt mutatom is, hogy hogyan változik meg ez a kép, szintén ugyanúgy, mint ahogy az előbb.
Tehát itt láthatóak a különböző tartományok. Itt visszamegyek most az előbbi beállításba, itt a palettába. Itt ugye a jégtűz, így, és akkor igazából az egész környezet szinte azt lehet mondani, hogy mínuszba tendál. Egyébként pedig éjszaka azért ezt el tudjátok képzelni, hogy kinn egy mezőn vagy egy erdőbe, amit mondtam, hogy rapsitkodik valaki, vagy rosszalkodik, akkor ezt mennyire lehet megtalálni. Én megszökök a többiektől. Lekövetjük Bandit, ő elszaladt a mezőn. What's the morning if you're out till four? Baby, let me show you a new perspective. Inside your mind, I can be your new objective. Pay close attention to the lesson you're about to learn. Learn a little something. Turn my body out, ready for you now. Call it working out, I could show you how. No rules, no rules, no rules. És ott látjuk is, hogy Bandi integet, sétál, nem tudom mit csinál, bohóckodik.